Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, kedves vendégeinket és a hivatal dolgozóit és a kedves televízió nézőinket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 9 képviselő megjelent, távolmaradását bejelentette Dobos László polgármester úr és Szepesi Tibor képviselő. Az ülés határozat képes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívókban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendi pontokat. Van-e valakinek további napirendi pont javaslata? Úgy látom, nincs, köszönöm szépen. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést, aki egyetért, azt kérem jelezze. Köszönöm szépen, elfogadtuk. Javaslom, hogy a 16-tól 20-ig terjedő napirendi pontokat a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, kézzel tartsa, jelezze. Köszönöm, elfogadtuk. Tisztelt képviselőtestület! Az országgyűlés 2000 évi döntése szerint 2001-től minden év április 16-án a holokauszt áldozatainak magyarországi emlékplakját tartják. Kérem, hogy egy perces néme felállással adózzunk a magyarországi és a karszegi áldozatok emlékének. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület! Felkérem Rózsa Sándor jegyzőt, hogy a két testület ülés között történt fontosabb eseményekről adjon tájékoztatást. Március 29-én a Karcagi Szakképzési Centrum a Jövő Szakképzése, a Szakképzés Jövője címmel konferenciát rendezett a Dérőni Kulturális Központban. Konferencián részt vettek Karcagi Nagy Zoltán, Nagynyi László, Erzsébet, Pánti Ildikó, Szepesi Tibor és Molnár Pál képviselők, valamint Kovács Szilvia alpolgármester. Köszöntőt mondott Dobos László polgármester. Március 30-án Azért vannak a jó barátok címmel jótékonysági előadást szervezett a Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány Karcag és Rákbetegek Országos Szervezete Karcagi Klubja, a hátrányos helyzetű gyerekek javára. Jelen voltak Nagynyi László Erzsébet, dr. Kanász Nagy László és Pánti Ildikó képviselők. Szintén március 30-án a Cserhárd Kft. Alapításának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Dobos László polgármester gratulált a vállalat képviselőjének az önkormányzat nevében. Április 2-án Dobos László polgármester és Szepesi Tibor képviselő a Birkafőző Fesztiválhoz kapcsolódó rockzenei tehetségkutató versenyről tartott sajtótájékoztatót a Városházán. Április 3-án a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által irányított óvodai nevelés új gyakorlatának bemutatásán az ifjúsági házban Kovács Szilvi alpolgármester mondott köszöntő beszédet. Április 5-én Dobos László polgármester részt vett a Karcagi Toyota Road Service Kft. Debreceni megújult Lexus autószalonjának átadó ünnepségén. Április 8-án rendezték meg a Karcagi Arany János Általános Iskola 10. Roma projektjének megnyitó ünnepségét. A rendezvényen részt vettek Kovács Szilvia alpolgármester, valamint Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselők. Április 9-én Megyek, megyek, mendegélek, meseerdőn keresgélek címmel bemutató foglalkozást tartottak a Jókai úti óvodában. A bemutatón Pánti Ildikó képviselő és Kovács Szilvia alpolgármester voltak jelen a város önkormányzata részéről. Április 10-én a mese hatása a gyermek egészségi fejlődésére címmel foglalkozással egybekötött konzultációt tartottak a Kuten úti óvodában. A rendezvényen részt vettek Kovács Szilvia alpolgármester és Pánti Ildikó képviselő. Április 10-én, amit a szívedbe rejtesz címmel költészet napi verses délutánra várták a versek kedvelőit a Csokonai könyvtárba. A város önkormányzatát Pánti Ildikó képviselte a rendezvényen. A megjelent hallgatóságot Szepesi Tibor képviselő köszöntötte. Április 11-én Karcagra látogatott Sanda Tamás, az Innovációs és Technológia Minisztérium államtitkára. A látogatáson Dobos László polgármester, valamint dr. Fazekas Sándor és Kovács Sándor országgyűlési képviselők sajtóbejáráson mutatták be a Zöldfa úti óvoda és a Városgondnokság épületének felújítási munkálatait.
Április 12-én a Kunorgon a Zenebarátok Egyesülete és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola jótékonysági hangversenyre várta a zenekedvelőket a Dirini Kulturális Központból. A koncert bevételét a tehetséges művészeti iskolás gyermekek támogatására ajánlották fel. Jelen voltak Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselők. Április 13-án tartotta a Kátai Gábor Alapítvány hagyományos jótékonysági bálját, melynek bevételét a betegellátás fejlesztésére fordítják. A rendezvényen részt vettek Karcagi Nagy Zoltán, Nagyné László Erzsébet és Dr. Kanász Nagy László képviselők. Köszöntőt mondott Dobos László polgármester. Szintén április 13-án a Nyugdíjas Barátok Egyesületének közülésén részt vett, és a tagságot köszöntötte Pánti Ildikó képviselő. Április 15-én a Szent Pál Marista Általános Iskola tanulói bemutatták a Krisztus szenvedését feldolgozó Karcagi Passió című előadást a Dérényi Kulturális Központban. Az előadáson Nagyné László Erzsébet és Pánti Ildikó képviselők voltak jelen az önkormányzat képviseletében. Szintén április 15-én Kolozsi Sándor Rezdülések című fotókiállításának megnyitójára várták az érdeklődőket a Dérényi Kulturális Központban. A kiállítást dr. Barta Júlia etnográfus nyitotta meg. Köszöntőt mondott Szabó István, Szolnokváros alpolgármestere. A műsorban közreműködtek az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai. A megnyitó részt vettek Kovács Szilvia alpolgármester, valamint Pánci Ildikó és Szepesi Tibor képviselők. Április 16-án a Györfi István Nagykun Múzeumban a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából Csodálatos Izrael címmel nyílt fotókiállítás, ahol Keller Zoltán izraeli fotós munkáit dr. Molnár Sándor, a kiállítás kezdeményezője ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. A karcagi áldozatokra dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Dobos László polgármester és Csillag Barnabás a karcagi zsidó hitközség elnöke emlékezett. Jelen volt a Kovács Szilvi alpolgármester, valamint Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselő. Április 16-án a Szent Tanai Sámia Középiskola és Kollégium végzős diákjai búcsúztak el a város vezetésétől, ahol Kovács Szilvi alpolgármester és Szepesi Tibor képviselték az önkormányzatot. Szintén április 16-án este a Kossuth és Liszt Ferenc díjjal kitüntetett zenész Zorán koncertjét élvezhette a közönség a Dérényi Kulturális Központban. Jelen volt Szepesi Tibor képviselő. Április 17-én tavaszi játszóházba várták a gyerekeket a Dérényi Kulturális Központ munkatársai a Városi Sportcsarnokban. A közel 300 óvodás és kisiskolás résztvevő a kézműves foglalkozások mellett kipróbálhatta a hagyományos népi hangszereket és játékokat, valamint a bábozást is. A rendezvényen részt vett Szepesi Tibor képviselő. Április 23-án adták át a Karcagi Rendőrkapitányság új épületét. Az által ünnepségen Pintér Sándor belügyminiszter köszönetét fejezte ki a karcagi rendőrök eredményes munkájáért. Beszédet mondtak Urbán Zoltán Jászlatkun Szolnok megyei rendőrfőkapitány és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Dubos László polgármester. Az által ünnepségen részt vettek Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet, dr. Kanász Nagy László, Karcagi Nagy Zoltán, Szepesi Tibor és Molnár Pál képviselők, valamint Kovács Szilvia és Gyurcsek János alpolgármesterek. Április 24-én dr. Bagdi Emőke pszichológus tartott előadást a Nagykun Református templomban, a Hit, Remény és Szeretet pszichológiája címmel. A Karcagi Református Egyházközség rendezvényén Pánti Ildikó képviselte a városvezetést. Április 25-e és 27-e között kerül megrendezésre a Nagykun Diák Sportviadal. Kisújszállás Kunszent Márton Turkeve és a házigazda Karcag középiskoláinak diákjai atlétikai, torna, kézilabda, kosárlabda, rabdarúgás, röptabla, asztali tenisz, sakk és tájfutás sportágakban mérik össze felkészültségüket, erejüket. A mai megnyitó ünnepségen jelen voltak Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó, Szepesi Tibor és Molnár Pál képviselő. A versenyzőket, felkészítőiket és a vendégeket Kovács Sándor és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő köszöntötték. Köszönöm szépen! A felsorolásban is látszik, hogy milyen gazdag programos időszakot zártunk magunk mögött. Voltak programok, bőven mindenki elvehetett és részt vehetett. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség. Pánti Ildikó képviselőasszony. Tisztelt alpolgármester úr, lekció úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévő televíziónézők,
Egy köszönetnyilvánításom lenne, és egy kérdésem lenne jelen helyzetben alpolgármester úrhoz, illetve a testülethez. Először is szeretnék a Rokkankert lakóinak nevében köszönetet mondani az útalap elkészítéséért, amellyel ugye az önkormányzat pályázott, és mintegy 10 millió forint értékű útalap készült el. Köszönetet mondok a város képviselőtestületének, a városgondnokságnak az elkészítésért, és ezt örömmel nyugtázták az ott lakók is, sőt azt is mondhatjuk, hogy idegenforgalmi szempontból sem közömbös, hiszen a Kunlovardától kezdődően a Lomkorona sétány, a sportpálya, illetve az Akácliget fürdő egyértelműen most már megközelíthető esős időben is. Örülünk neki, köszönjük. Kérdésem lenne, és ami az ott lakók részéről vetődött föl, tudjuk, a kert nem lakóövezet, de jó néhányan laknak a kertbe. Egy tábla feliratra lenne szükség a kert két útjának a bejáratánál. Tudnélik, ha mentő, tűzoltó vagy bármi olyan egységnek kell oda kiérkeznie, nem tudhatja, mert nincs helyismerete. Ennyi lenne a kérés, egy nagyon egyszerű tábla, Rokkankert 1, Rokkankert 2 felírással, ami a két bevezető útnak a kezdetén lenne elhelyezve. Ennek a lehetőségét kérem, és ha lehetséges, köszönettel fogadjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen a felvetést, teljesen jogos. Megkérem a városgondnokság igazgatóját, intézkedjen a pálya vagy a tábla mielőbbi kihelyezésére. Köszönöm szépen. További kérdés? További kérdést nem látok. Akkor köszönöm szépen, és akkor átérünk a napirendi pontok tárgyalására. Egyes napirendi pont beszámoló település közrend és közbiztonsági helyzetéről. Ennél a napirendi pontnál külön tisztelettel üdvözlöm és köszöntöm dr. Urbán Zoltán rendőr tábornok urat, megyei főkapitány urat, valamint Teleki Zoltán karcai kapitányság vezető urat. Ebből a napirendből fakadóan két fő gratuláció jut az eszembe. Az egyik ugye magának a beszámolónak az elolvasása, nagyon szép mutatók vannak benne, és javulás tapasztalható szinten minden mutató tekintetében. A másik gratulálunk Önöknek, a testületük minden tagjának, hogy új épületbe kezdhették el munkájukat, amely méltó a mai kor követelményeinek. Köszönöm szépen ezt a beszámolónak a megírását. Kérdések tárgyalására van lehetőség. Kérem a kérdéseket képviselőtársak részéről. Pánt Ildikó képviselőasszony. Tisztelt alpolgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim! Kedves jelenlévők, és én is külön köszöntöm megbecsüléssel kedves vendégeinket, Urbán Zoltán dandártábornok urat, megyei rendőrfőkapitányt és kedves munkatársát Teleki Zoltán személyében. Mint minden évben ugye tudjuk, hogy testületi ülés napirendi pontjaként szerepel a közrend és közbiztonság, és természetesen, hogy ezt a múlt héten az idegenforgalmi és külkapcsolati bizottságunk is megtárgyalta. Nagyon könnyű és szerencsés helyzetben van önkormányzatunk ennek a napirendnek a tárgyalásakor, mint ahogyan így volt ez bizottságülésen is, hiszen két nappal ezelőtt belügyminiszter úr jelenlétével adták át az új rendőrpalotát. Így mondom, tudatosan rendőrpalotát. Kovács László képviselőtársunk korábbi megnyilatkozásaiból mondta, hogy Dériné művelődési központunk az egyben kultúrpalotája a városnak. Tehát két olyan intézmény, amely küllemében építészetileg is a város közkincse, látványban is, és ezáltal is a városunk értékét képviseli. Nagyon örülünk az új rendőrkapitányság épületének mindannyian, hiszen a rendőrség munkatársai méltó körülmények között dolgozhatnak, amit nagyon megérdemelnek,
mert munkájukat kiemelkedő teljesítménnyel végzik. Ezt nem én mondom, hanem az itt élők felméréséből 4,7-re értékelték ezt a teljesítményt, ami országos viszonylatban is kiemelkedő eredménynek számít. Ezt Pintér Sándor belügyminiszter úr is elmondta, aki szerint az eredmény és az új épület kötelez. A rendőrség által felügyelt területen nyugalmat kell biztosítani a lakosságnak. A biztonság, a rend az egyik legmagasabb társadalmi érték, úgy az egyén, mint a közösség számára. A rendőrség munkája eredménye nélkül nem tud fejlődni a közösség. Idéztem újra a miniszter úr ünnepi gondolatait, és mennyire igaza van. Bízunk a további eredményességében a rendőrségünknek, és ehhez kívánunk további szép alkotó éveket kapitány úrnak, a kapitányság valamennyi dolgozójának. A bizottság részéről a napi rendi pontot elfogadásra javaslom, és kérem egyben kapitány urat, hogy fogadó délelőttjeinek keretében teremtse meg azt a lehetőséget az érdeklődő lakosság számára, hogy belülről is megtekinthessék az épületet. A nyár folyamán városismereti séta keretében is lesz egy ilyen programunk, mert az átlagpolgár az jó részt kívülről ismeri. Hadd ismerjék meg belülről is. Érdeklődés van rá, hiszen nagyon sokan itt az átadás folyamán érdeklődőként már itt voltak, és ennek a lehetőségével a napi rendet elfogadással ajánlom és köszönöm kedves együttműködésüket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezután a bevezető után megkérdezem a rendőrkapitány urakat, hogy kívánnak-e hozzászólni. Köszönöm szépen. További kérdés feltevésére van lehetőség. Képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen a polgármesterről a szót. Tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt kapitány urak. Tényleg nagy öröm egy ilyen szép új kapitányság a városban, örülünk is neki, és tényleg jó munkát, jó szolgálatot, eseménymentest kívánunk. Ami az én kérdésem lenne, az egy picit távolabban ettől. A médiából, újságokból, innen-onnan, amíg nem túl kormány közeli, értesülhetünk arról, hogy elég sokan elhagyják a testületet. Ez mennyiben érinti a megyét és szorosabban városunkat? Tehát itt az állományból van-e leszerelés, illetve ha van, milyen mértékű? Továbbá mennyiben érinti a határvédelem a helyi állományt? Milyen gyakoriak a vezénylések? És hogyan van ez kezelve, anyagi szempontokra gondoltam. Valamint a helyi állomány, szintén a helyi állományra vetítve, bár megyei szinten is érdekes a kérdés, annak idején ugye elindult egy életpályamodell. Hol tartunk ezzel a bizonyos életpályamodellel? Ezekre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Kapitány úr, kívánsz válaszolni a kérdésekre? Parancsolj! Köszönöm szépen! Természetesen a fluktuáció minden szervezet életében, nem csak a rendőrségnek, hanem a Démásznak, a vízügyeknek és mindenkinek az életében egy komoly problémát jelent. Jelen pillanatban a magyar rendőrség helyzetében nem jelent problémát a fluktuáció. A tavalyi fluktuációs adatunk jobb, mint az előző évi volt, a megyei az biztosan, de országosan is abszolút nem volt a 2018-as év rosszabb, mint a 17-es. 19-ben még nem látjuk pontosan, hogy mi fog történni. Nyilvánvalóan gazdasági folyamatok azt mutatják, hogy az ország olyan jó állapotba került, hogy a civil szférában igen komoly bértöbletek keletkeztek, amit a központi költségvetésből gazdálkodó szervek csak egy év ciklusának a lezárását követően tudunk követni. Ugye a magyar országgyűlés 2018-ban fogadta el a 2019 éves költségvetésünket.
ebbe az elfogadásba még nem tudta kezelni azt a helyzetet, ami most a munkaerőpiacon, a bérek tekintetében látható, de én biztos vagyok benne, hogy ez a jövőben kezelésre fog kerülni, és ez nem fog semmilyen kiáramlást jelenteni a rendőrségtől, már csak azért sem, mert kutatások bizonyítják, hogy a bér az kb. 3 hónapig oldja meg egy-egy szervezetnek a fluktuációs problémáját. Sokkal komplexebben kell kezelni egy szervezetnél, hogyha állomány megtartó képességet akar folytatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy rendben leszünk. A határvédelemmel kapcsolatban 2018 májusa óta a Jászlóskörösvárnak megyei rendőrfőkapitányság személyállománya nem látta el határőrizeti feladatokat. Kormányzati döntésnek megfelelően a 3000 betoborzott határrendész kollégánk vette át a készíti rendőrség személyállományával közösen a magyar államhatár védelmét. Azokban az esetekben, amikor ezt az állományt valamilyen kiképzési feladat elszólítja egy-két napra, abban az esetben vannak olyan feladatok, amiket esetleg meg kell oldani, de ez nem veszélyezteti abszolút a megyének a helyzetét. Az ellentételezés pedig bérbe kerül kifejezésre, tehát a kollégáink fizetést kapnak azért, hogy ezt a feladatot elvégezzék, pontosan illetményt, és ezért ellátják ezt a munkát is, mint egyébként, hogyha a városban járőröznének. Az életpálya modell, ugye az életpálya modell 2019. január 1-jével zárult, az életpálya modellnek azok az elemei, amelyek meghirdetésre kerültek, az állomány körébe rendkívül pozitívan csengtek le, mind a béremelés, mind az egyéb lakáshoz jutás és az egészségügyi szolgáltatások. Persze, ugyanúgy, mint ahogy a rendőrség közbiztonságot és közrendet tud szolgáltatni, egyéni biztonságot és egyéni rendet nem, így biztos, hogy vannak az állományban olyanok, akik elégedetlenek, de azt gondolom, hogy aki egy 50%-os bérfejlesztéssel nem elégedett, akkor nem valószínű, hogy nálunk van a probléma. Tehát én úgy látom, hogy az életpálya modell beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és az állomány pozitívan fogadta ezeket az intézkedéseket, és élvezi is azokat a plusz elemeit az életpálya modellnek, amelyeket biztosítanak számára a HST által nyújtott lehetőségek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! További kérdés van-e? Parancsolj, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, alpolgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt főkapitány úr, kedves jelenlévők. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon jó a kapcsolat a Városgondnokság által irányított mezőrségnek és a kapitányság dolgozóinak a munkaviszonya. Közös járőrzésekben, közös munkákban szoktunk részt venni, megszervezzük, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sokat segít a külterületi vagyonvédelem szempontjából. Annyit viszont mindenféleképpen szeretnék megjegyezni, hogy sem a mezőrség, sem a, ha jól tudom, a kapitányság sem rendelkezik hőkamerával, amely a éjszakai földerítéseknél nagyon-nagyon sokat jelentene. Tudom, hogy ez nem a kívánságoknak a testületülése most, de én megfogadtam, hogy minden krémium előtt és minden lehetőséget megragadok arra, hogy azt elmondjam, hogy ha a kapitányság kaphatna egy ilyet, azt a közös éjszakai járőrszolgálatok során a külterületen rendkívül jól tudnák hasznosítani a mezőrség állományi tagjai, valamint a rendőrkapitányságnak az állományi tagja is. A másik, amit mindig meg szoktam említeni, már az elmúlt beszámoló kapcsán is, hogy nagyon nagy segítség lenne, hogyha a mezőrség végre mozdulhatna abba az irányba, hogy nem sörétes lőfegyverre lennének felszerelve, hanem maroklőfegyvert ugyanúgy megkaphatnák, mint a természetvédelmi őrségnek a tagjai. A munkavégzés során sokkal, de sokkal hatékonyabb, és talán a visszatartó ereje is jobb lenne. A sörétes fegyver sokszor intézkedés közben még akadályozza is a mezőröket a munkavégzés és a intézkedés tekintetében. Ha ebben tudnának segíteni, azt nagyon-nagyon megköszönnénk. Továbbra is felajánljuk, és nyitottak vagyunk a közös járőrzésekben, a közös munkában. Kapitányúrnak és főkapitányúrnak gratulálok az elvégzett munkához. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy itt a különböző beszerzéseket, illetőleg a 2020-as költségvetés előkészítése során vegyük majd figyelembe, hiszen az idejében nincs erre lehetőségünk. A rendőrség részéről, hogy hogyan fog ehhez a kérdéshez majd lehetőségei szerint viszonyulni, a jövőben majd el tudják dönteni. További kérdés van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést, aki megszavazza a beszámolót, kérem jelezze. Köszönöm szépen. Teljes egyhangulat megszavaztuk a beszámolót.
Megköszönöm a kapitány uraknak a megjelenést, természetesen továbbra is maradnak, és az aktív közreműködést. A további munkájukhoz erőt, egészséget, sok sikert kívánok a testület nevében. Köszönjük szépen! Rátérünk a kettes napirendi pontunk tárgyalására. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátáson intézmény térítési díjának megállapításáról szóló viszontlátásra 12/2017-es rendelet módosítására. Ez a napirendi pont gyakorlatilag ugye arról szól, hogy a különböző ellátási térítési díjaknál ugye lehetősége van egy kormányrendelet alapján az önkormányzatnak módosítani. A házi orvosi intézmény, amelyik ugye a Karcag több célú kistérség idősek otthon és házi orvosi intézmény nevet viseli, a térítéseknek az emelését kívánja javasolni, úgy mint a napi díj, valamint a havi díj vonatkozásában. Valamint ugye ez a szolgáltató, ugye ez az intézmény a Berekfürdő szociális étkeztetés esetében szintén emelést javasol módosítás formájában. A bizottság úgy tudom, hogy tárgyalta, bizottsági elnök úr, ajtót kérem becsukni. Tisztelt alpolgármester úr, jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők! Természetesen bizottsági munkánk során is találkoztunk ezzel az anyaggal. A pénzügyi fejlesztési és mezőgazdasági bizottság alaposan áttárgyalta ezt a napirendi pontot, és összegzésképpen elfogadta, ő támogatta, és a képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm. Kérdés, észrevétel van ezzel kapcsolatosan? Amennyiben én csak a szavazásra teszem fel a kérdést, aki elfogadja ezt a javaslatot, kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Áttérünk a hármas számú napirendi pont tárgyalására. Javaslat Karcagváros egészségügyi szociális szolgáltatóért díj alapítására és adományozásáról szóló 22/2017-es 12.-15. önkormányzati rendelet módosítására. Ez a napirendi pont gyakorlatilag arról szól, hogy amikor ugye a díj művészeti megtervezésére és kivitelezésére a rendelet hatályba lépését követően került sor, így a rendeleti kiírás és a díj fizikális megjelenése között eltérés van. Ezért indokolt a rendelet módosítása, hogy ezt a két dolgot egyensúlyba tudjuk hozni. Ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel van-e? Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó módosítás, a jó célt szolgálja. Aki egyetért fel, azt kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Négyes számú napirendre térnénk át. A javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú szolgáló helység bérbadásáról szóló rendelet tervezetre. Gyakorlatilag én úgy látom ebből a napirendi pontnak a írásos anyagából, hogy a megyei kormányhivatal felügyeleti szervként ugye megnézte a önkormányzati rendelet egyes rendelkezését, és azt állapította meg, hogy ezen módosítani kell. Ennek a módosításának a határideje 2019. április 30-a, tehát ilyen szempontból még időben vagyunk. Itt nyilván nem lényegi módosítások vannak, hanem igazából formai elemeket kell módosítani, időnként pontosítani kell. Bizottság ezt is tárgyalta, úgy tudom, szociális bizottság tárgyalta. Köszönöm szépen, leigazolta Molnár Pál képviselő úr. Ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel van a képviselőtagok részéről. Amennyiben nincs, akkor felteszem a kérdést, aki egyetért ezzel a módosítással, azt kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta a testület. Ötös napirendi pont, tájékoztató az Akácsziget fürdő szezonnyitó felkészüléséről, várható feladatokról. Kaptunk az ügyvezető igazgató úrtól erről egy írásos tájékoztatót, amiből ugye kiolvasható, hogy a önkormányzat pénzügyi lehetőségei alapján elvégezte ezt a felkészítő tevékenységet. Én úgy gondolom, hogy nyilván minden felkészülés tartalmazhat olyan formai hiányosságokat, amelyeket menet közben lehet pótolni,
de mindenképpen el kell mondani, hogy hozzá kell tenni azt a pénzügyi lehetőséget, amivel az önkormányzatunk ebben a kérdésben képes támogatni a KFT-t. Nyilván lehetne ez a felkészítés még adott esetben nagyobb pénzigénnyel rendelkezve, lehetőséggel rendelkezve hibátlanabb, jobb, de sajnos ez a lehetőségünk van meg. Ennek kapcsán teszem fel a kérdést, ezzel kapcsolatosan van egy kérdés észrevétel. Pánt Ildikónak adom meg a hölgy jogán. Tisztelt alpolgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Ismételten egy olyan napirend, amely a múlt héten bizottságunk előtt volt, és minden évben így testületülés elé kerül. Mi is megkaptuk az alapos tájékoztatót, ami magába foglalja a szükséges munkálatok elvégzését. Tájékoztatást kaptunk a meglévő gondok, problémákról, és igyekszik a fürdő vezetése mindezt lehetőség határain belül megoldani. Személy szerint is örülök annak a mondatnak, amely az anyagban szerepel megállapításként. A fürdőben elengedhetetlen, hogy szakmailag a legfelkészültebb dolgozók várják a vendégeket. Igen, ez nagyon fontos. A vendégvárás és az odaérkezők szempontjából emberileg is és szakmailag is, és ennek így kell lenni. Sokat jelent, hogyha egy olyan légkör fogadja az odaérkezőket. Örülünk a rendezvényeknek is, mert ugye a kedves vendégek ma már bárhova megyünk, idegenforgalmi látványosságként, hogy úgy mondjam, nem egy-egy program, hanem több programot szeretünk magunk körül látni, tapasztalni, és így a fürdőben is így van ez. És természetesen, hogy annak is örülünk, az anyagban szerepel, a helyi vállalkozók közül többen segítik a fürdőnek a munkáját, és a város intézményeivel nagyon jó az együttműködő kapcsolat. Ez külön érdem és nagyon fontos. Egyik a másikát segítve, önkormányzati fenntartású intézmények programokat szervezhetnek, és bizonyára, hogy egymás mindenkor segíti. Mit is kívánhatunk? Kívánjuk a jó időjárást, ami ugye lehetőséget ad, hogy minél több látogató érkezzen, és azokat a megvalósítandó programokat, amelyek ugye az anyagban is szerepelnek, terve vannak, tudják megvalósítani, és a bizottság részéről a beszámolót elfogadásra ajánlom. Köszönöm szépen. Köszönöm a szép szót. Megadom a szót Molnár Pár felügyelőbizottsági elnökének, aki a üzemeltető KFT FEB elnöke. Köszönöm szépen a szót, alpolgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévők. A felügyelőbizottság minden évben megszokta igazgatórat hallgatni a szezonra való főkészülés kapcsán, megvizsgálja az írásos anyagot, és természetesen a szóbeli kiegészítéseket is megszoktuk hallgatni, és a felügyelőbizottság is nem egy esetben tett már javaslatot arra vonatkozólag, hogy mire kellene odafigyelni a szezon főkészülésre. Maximálisan egyetértek alpolgármester úrnak, hogy ez a főkészülés a anyagi lehetőségekhez mérten maximálisan jó. Ami viszont nem azt jelenti, hogy nem lehetne többet tenni a fölkészülésre, tehát hogyha az anyagi lehetőségek ennyit biztosítanak, akkor sajnos ezzel kell beérni. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő években több pénz lesz arra, hogy a külső kültéri medencéket, gondolok itt az élménymedencére, nagyobb ráfordítással még komfortosabbá, még biztonságosabbá, üzemelés szempontjából még biztonságosabbá tudjuk majd tenni. Azért a lehetőségek annyit biztosítanak, hogy ezek a medencék is a szezon kezdésre föl vannak készítve, és bízunk benne, hogy a nyár folyamán akadálymentesen és problémamentesen tudnak majd működni. Annyit mindenféleképpen szeretnék viszont kiemelni, hogy a fürdőzésnek és a fürdőbe látogatónak a hangulatát nagyban befolyásolja az, hogy milyen vendégek ülnek a medencébe mellettük, milyen vendégek látogatják a fürdőt.
Igazgatóra nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy hogy lehetne ezt megoldani, és az elmúlt években egy nagyon jó gyakorlatot sikerült kialakítani, nevezetesen azt, hogy a házi rendben be van az vezetve, hogy aki úgy viselkedik, hogy nem méltó arra, hogy a fürdőnek a szolgáltatásait igénybe vegye, az akár több hétre, hónapra is kitiltható a fürdőből. Ennek nagyon jó, megvan az eredménye, mert sajnos örvendetesen egyre kevesebb az olyan odalátogató fürdővendég, aki zavarja a fürdővendégeket, akadályozza a pihenésben, ami mindenféleképpen lényeges, mert ha ezt nem tudjuk biztosítani a fürdőnél, hogy nyugodtan tudjanak fürdőzni, akár az úszás közben, akár csak a termálvíz adta lehetőségeknek a élvezetében, akkor a fürdővendégek el fognak menni. Még a karcagiak maradnak is, próbálkoznak, hogy egyszer kimegyek, hát ha nem lesz ott olyan vendég, aki zavar, de ha 200-300 megtörténik, már következőleg nem fog idejönni. A vidéki vendégeknek ez fokozottan érvényes, nem beszélve a külföldi vendégekről. Meg kell egyébként most nézni a kemping részét a fürdőnek, hogy milyen sok külföldi lakókocsi található ott. Bízom benne, hogy ez a nagy létszámú ide látogató vendég, ez nagyon-nagyon sokáig itt fog maradni, és el fogják mondani a hazaérve, hogy milyen jó a karcagi Akácliget fürdő. Idegenforgalom szempontjából is, hogy előbb említette képviselő asszonytársam, nagyon lényeges, de én még lényegesebbnek tartom azt, hogy a karcagiaknak van egy olyan szórakozási, egy olyan kikapcsolási lehetőségük, ami kultúrát kikapcsolási lehetőséget biztosít, gondolok itt a termálfürdő adta lehetőségekre, vagy esetlegesen aki úszni kíván, az úszoda szolgáltatásait, vagy a wellness résznek a szolgáltatásait is igénybe tudja venni. Ami szintén nagyon-nagyon örvendetes, hogy a fürdőnek a minősítése kapcsán a fürdőpályázat, pontosabban a fürdőpályázat egy olyan állomáshoz ért, amikor a fürdőnél meg kellett azt nézni, hogy teljesítettük-e a pályázat kapcsán vállalt kötelmeket, és örömmel jelenthetem én is be, és igazgató is ebben meg tud erősíteni, hogy ezeknek a kötelmeknek eleget tudott tenni a fürdő, az önkormányzat is, így biztosítva van a működés az elkövetkezendő időszakra, és a pályázati pénzekkel forintra pontosan el tudott számolni a beruházó, a önkormányzat a fürdővel együtt közösen. Igazgatónak én gratulálok a szezonra való fölkészüléshez, jó szezont kívánok, és bízom benne, hogy nagyon-nagyon sok fürdővendég fogja látogatni a karcagi fürdőt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! További kérdés észrevétel? Képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, tisztelt alpolgármester úr! Én is szeretnék gratulálni András István igazgatónak és munkatársainak a fölöttébb szerteágazó munkához, amit végeznek a fürdőben, hiszen gondoljunk csak bele a beérkező víznek, a kútjainak a karbantartása, a medencék karbantartása, a fedett részek, a wellness részleg, a idegen forgalomra odafigyelni, a füvesítésre, a virágosításra, tehát rendkívül még az anyagban szerepel, hogy kőműves munkára is ugye gyakran szükség van a különböző régebbi medencéknek a javításánál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a lehetőséghez képest szép munkát végeznek, odafigyelnek a dolgokra, és ahhoz pedig külön szeretnék gratulálni, hogy a marketing munka, tehát ugye a kempinget és az idegen forgalmat illetően erősödni érzem, és ehhez a munkához tehát szeretnék gratulálni. Bizottságunk megtárgyalta az anyagot, igazgató úr is részt vett a bizottság ülésen, a bizottság elfogadta a tájékoztatót, és a testületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! További kérdés? Lengyel János képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, alpolgármester úr. Annyi hozzáfűzésem lenne, hogy marketinggel kapcsolatban, hogy még most sem elég, tehát még jobban lehetne például több tábla kihelyezésével becsalogatni a fürödni vágyókat. Az az igazság, hogy tavaly is szóba került ez, és Kanász Nagy László képviselőtársam is mondta, hogy talán a körforgalomban is jó lenne egy táblát kihelyezni, és sajnos még nem történt meg a kihelyezés. A külső MOL benzinkút pedig egy nagyon forgalmas terület, és onnan is be lehetne többeket csalogatni a fürdőbe. Oda egy komolyabb infótáblát szeretnék javasolni javításképpen. Természetesen el fogjuk fogadni mi is a beszámolót. Köszönöm szépen, és gratulálok, és jó munkát kívánok a továbbiakban is. Köszönöm szépen, megvizsgáljuk az elhangzott felvetéseket. További kérdés nincs, akkor szavazásra tenném fel a kérdést. Aki elfogadja a beszámolót, azt kérem jelezze igennel.
nem látok tisztán jól a... János? Köszönöm szépen, akkor egyhangulag elfogadjuk. Rátérnék a 6. napi rendi pont tárgyalására. Javaslat a rászoruló gyermekek intézményen kívül ingyenes nyári szünidei étkeztetések időtartamára. Ugye az elmúlt években már tapasztaltuk, hogy kötelező feladat nekünk a gyermek étkeztetés szünidei megoldása. Egy kérdés van, hogy ez mekkora időtartamra valósuljon meg. Itt a javaslat alapján 45 munkanap van javasolva. Ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs javaslat elfogadását, aki egyetért, azt kérem jelezze. Köszönöm, egyhangulag elfogadtuk. 7. napi rendi pont. Beszámolói helyi hagyományok, néphagyományok a mese megjelenéséről és hatásairól, feltételéről az óvodai nevelésben a Madarász Imre Egyesített Óvodával. Egy nagyon szép beszámolót írt ugye az intézményvezető asszony Gulyásné Ferenc, aki üdvözlöm körünkbe. Kívánja szóba kiegészíteni, bár én szinte azt gondolom, hogy mindent leír, de hát ha van még valamilyen gondolat, kívánom. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt jegyző úr, tisztelt képviselőtestület. A Karcagváros önkormányzata által fenntartott Madarász Imre Egyesített Óvoda 9 óvodájában, 31 óvodai csoportban látjuk el az óvodáskorú gyermekek nevelését, akik jelenleg 765-en vannak. A néphagyományok átörökítése a mindennapi óvodai nevelésünk gyakorlatában, a mesélés, verselés, mondókázás nap mint nap megjelenik az óvodákban. Kiemelt helyet kap, és kiemelt szerepe van, amelyhez biztosítottak az óvodai intézményünkben a személyi feltételek, biztosítottak a tárgyi feltételek. A szakmai fejlődés, megújulás nevelőtestületünk tagjai számára biztosítottak intézményi szakmai munkaközösségeinkben, pedagógus továbbképzések keretében. A nevelési év során megvalósult gyakorlatunkat igyekeztem a beszámolóban részletesen bemutatni. Az óvodai csoportjaink tevékenységét tagóvodai és intézményi szintű rendezvényekkel színesítjük, gazdagítjuk, amelyekben aktívan részt vesznek az intézményünk partnerei, elsőként a szülők, az általános iskolák képviselői, a karcagi civil szervezetek és a karcagi alkotóművészek. A nevelési év zárásaként óvodásaink néphagyományőrző táborban vehetnek részt egy héten keresztül, ahol megismerkedhetnek a helyi hagyományokkal. Óvodapedagógusainkból alakult a Gyöngyvirág óvonői néptánc csoport, amelyben az óvodapedagógusaink a néphagyomány megélésére mintát, példát adnak, amellett, hogy az intézményi és városi rendezvényeket színesítik, gazdagítják. Tisztelettel megköszönöm Karcagváros önkormányzat képviselőtestületének a hagyományokat tisztelő, megtartó, megteremtő szemléletet, amelyben óvodás gyermekeink számára egy olyan társadalmi környezetet tudunk biztosítani, ahol a hagyományait ismerő, megismerő, tisztelő és ápoló generáció nevelkedhet. Megköszönöm tisztelettel Dobos László polgármester úrnak, a képviselőtestület tagjainak, hogy a szakmai fejlődésünket, fejlesztést szolgáló innovatív szakmai megújulást, a támogató elképzeléseinket, pályázati projektötleteinket támogató döntéseikkel támogatták, és így elérhettük azt, hogy valamennyi óvodánkban gazdag tehetséggondozó programok és néphagyomány ápoló és őrző gyermekeket tudunk nevelni. Köszönöm alpolgármester úrnak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, hogy a gazdálkodási, pénzügyi, szakmai döntések előkészítésében az óvodapedagógusaink a szakmai megújulás, az óvodás gyermekek magas szintű intézményi ellátására, annak feltételeire elsődleges helyet kapnak. Köszönöm a képviselőtestület tagjainak az óvodai nevelés, az óvodai programok támogatását, az azok iránti nagyfokú érdeklődésüket, amely valamennyi kollégám számára elismerést jelent. A nevelőpedagógus közösségünk tagjaival együtt a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetőjeként megköszönöm az intézmény fenntartói támogatást, elkötelezettséget, a tartalmas együttműködést, amelyre az elkövetkezendő időszakban is számítunk annak érdekében,
hogy a karcagi óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését szakmailag magas szintű, a térségben szakmai központi szerepet betöltő óvodai bázisintézményben tudjuk megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés észrevétel. Van-e Pánt Ildikó képviselőasszony a szó? Tisztelt alpolgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim! Azért kértem szót, mert az Oktatási Bizottság elnöke igazoltan távol van rendezvény miatt, és én, mint az Oktatási Bizottság egyik tagja, néhány dologban szeretnék, nem az elmondottakra, mert az intézményvezető mindent elmondott. Az anyagban is szerepel, bizottságunk megtárgyalta természetesen, és magas szintű elismerését, gratulációját fejezte ki az intézményvezetőinek, az óvoda közösségnek, az ott dolgozóknak, azért a színvonalas, azért az eredményes tevékenységért, amely nem akarom a felsorolást, ugye több napi rendtárgyalja, amelyet az óvoda egységeikben végeznek. Nagyon szépen helyreállított óvoda egységeink vannak, úgy küllemre, mint belterületen a csoportszobák, érdemes minden óvoda egységet végiglátogatni, és gyönyörű csoportszobákkal és megfelelő környezetben a gyermeket. Kitűnő nevelőgárda képzett, segíti és irányítja a munkát. És a másik, vagy harmadik dolog, ami számomra nagyon fontos, hogy a város egységeivel, mint ahogy a szerepel ugye az anyagban is, a népművészekkel, különböző szervezetekkel, egyesületekkel kitűnő kapcsolatot ápol. És az óvoda közösség városi rendezvényeken mindig ott áll az önkormányzat mellett, és mindig segíti és hozzáadja tevékenységével a programokhoz a munkáját, és ez külön érdem, és külön köszönet érte az óvonő közösségnek, és én azt hiszem, hogy örömmel mondhatjuk, hogy örülünk annak, hogy az óvodák önkormányzati fenntartásban ilyen jól működnek. Köszönjük minden elismerésem, és a bizottság részéről is ezt az elismerést szeretném átadni további napirendi pontokhoz is, és elfogadásra ajánlom. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel, aki elfogadást javasolja, azt kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Újra az óvodával foglalkozunk, bár ez egy kicsit másabb jellegű dolog a 8-as napirendi pontban. Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetői állásának pályázati meghirdetése. Mint ahogy ugye olvassuk az anyagból, Gulyás Ferencnének a megbízatása megszűnik most 2019. július 31-én, ezért pályázatot írunk ki a újabb vezetői betöltésre, és ezzel kapcsolatos anyagot mindenki megkapta. Van-e kérdés észrevétel vele a pályázati kiírással? Úgy gondolom, hogy egyértelműen jó. Aki ezt tudja támogatni, azt kérem jelezze igennel. Köszönöm, egyhangulag elfogadtuk. Igen, folytatjuk az óvodával, mert az óvodának a előzetes beszámolója alapján nem kell meglepődnünk, hogy meghívásos pályázaton tud részt venni, és ezzel foglalkozik a 9-es, illetve majd a 10-es napirendi pont is. A 9-es napirendi pontban ugye a Madarász Imre Egyesített Óvoda tud pályázaton részt venni. Tehetségek Magyarországa című EFOPOS leírt számú pályázat keretében a Magyar Tehetség Segítő Szervezetek Szövetsége hívja meg pályázati lehetőséget adva neki. Ez egy nagyon szép elismerés, én úgy gondolom, pontosan az előző leírtakban, naprendi pontban leírtakban megfelelően szinte logikus következménye, hogy egy ilyen jól működő intézményt, amely ilyen tehetséges dolgokkal is tud foglalkozni, sőt ilyenekkel foglalkozik, meghívják egy-egy ilyen pályázati lehetőségbe. Ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel van-e?
Amennyiben nincs, akkor szerintem jelezzük igennel az elfogadását. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Tízes napi rendi pont folytatódik azzal a kis módosítással, hogy itt tulajdonképpen egy ugyanek a pályázatnak egy másik meghívásos lehetőségének tehet eleget ugye az óvoda, de itt mint kötelezettségvállaló a Karcag és térsége tehetség segítő tanács szempontjából. Én azt gondolom, hogy ez a megtiszteltetés, amit az előbb ugye már jeleztem, ez folytatódik ebben a lehetőségben is. Én ugyanígy ezt támogatásra javaslom. Kérdés észrevétel van-e? Úgy látom, hogy nincs, akkor aki támogatja, azt kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Áttérünk ugye a 11-es napi rendi pontra. Javaslat a Karcag járásbíróságra történő bíróság ülnökök megválasztására. Hát ugye ez az előző testületülésen szerepelt, hogy történt egy ilyen felhívás, hogy a 2015-ben lejárt megválasztott ülnökök megbízatása lejárt, és emiatt ugye szükséges új ülnököknek a megválasztása. Itt a javaslatban ugye 4 éves időtartamra 5 pedagógus ülnöknek az alábbi személyeket javasoljuk: Lódi Imréné, Endréné, Molnárné Balog Éva, Kenyeres Lívia, Rapi Lajosné, Dr. Bukács Anna Mária. Ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel van-e? Tessék parancsolni. Tisztelt alpolgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestületi tagok és tisztelt megjelentek. Dr. Szalai Katalin vagyok, a Karcagi Járásbíróság elnöke. Engedjék meg, hogy ehhez a napi rendi ponthoz egy pár rövid észrevételt hozzáfűzzek. 2018. július 1-től új büntetőeljárási törvény szabályozza a büntető ügyek menetét. Ennek egyik része azokat a bűncselekményeket is újra szabályoztam, ahol az ülnökök részvétele szükséges. Az ülnökök számából is látszik, hogy a korábbi ciklusokban lényegesen magasabb számú ülnököknek a megválasztására volt szükség, jelenleg azonban járásbírósági szinten a fiatalkorúak ügyeiben van lehetőség és szükség ülnökök eljárására. Azonban a jogalkotó további biztosítékokhoz kötötte ezt, nevezetesen pedagógus, illetőleg pszichológus végzettségű személyek lehetnek azok, akik a munkánkban ezen a területen részt vesznek. A jelöltek, akik az előterjesztésben szerepelnek, mindannyian ennek a kitételnek megfelelnek. Ezt az alkalmat szeretném megragadni, hogy megköszönjem és elismerésemet fejezzem ki azoknak a munkahelyeknek, munkáltatóknak, akik a jelenleg még megválasztott ülnököket foglalkoztatják, illetőleg a majdan megválasztandó ülnökök a munkavállalói, mert mi nagyon jól tudjuk, hogy sok esetben, amikor hát nem egyszer hirtelen van szükségünk ülnökre, és kérjük, hogy jöjjön be a bíróságra, ez azért a munkahelyen nehézségeket, munkaszervezést, problémákat okoz. Azonban számunkra is nagyon fontos az, hogy a magasan kvalifikált szakemberek az igazságszolgáltatásban, a fiatalkorúak helyes irányú magatartásában e tekintetben is részt tudjanak venni. Ezért kérem a tisztelt képviselőtestületet, szíveskedjenek a jelölteket ülnökként megválasztani, hiszen ezáltal válik lehetővé a bíróság számára ezen ügyekben a törvényes működés. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy meghallgattak, és további eredményes tanácskozást kívánok. Köszönöm szépen a szakszerű kiegészítést. További kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor javaslom a fent említett pedagógus ülnököknek a megválasztását, azt a javaslat elfogadását. Kérem a szavazatokat, aki igennel szavazza, azt kérem jelezze. Aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett, nem szavazatot nem láttam, egy tartózkodás mellett elfogadta a képviselőtestet. Köszönöm szépen a megjelenést bíróság elnökének, és további jó munkát kívánok. Áttérnénk akkor a 12-es napi rendi pontra.
javaslat a települési önkormányzatok rendkívül önkormányzati támogatása igénylésére. Lehetőség van ugye az önkormányzatunknak rendkívüli támogatás igénylésére. Ez az elmúlt évben két alkalommal sikerült, egyszer egy 10, egyszer egy 20 millió forintos támogatásban. Én úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget ebben a gazdasági évben is, vagy költségvetés évben is célszerű kihasználnunk, hiszen minden bevétel növekedése az javít a helyzetünkön. Ezzel kapcsolatosan észrevétel kérdés. Köszönöm szépen. Más észrevétel kérdés van-e? Nincs. Hát akkor szavazásra teszem fel ezt a igen bonyolult kérdést. Aki ezt támogatja, azt kérem jelezze. Köszönöm szépen. Kovács képviselő is igennel szavazott, elfogadta teljes létszámba. 13-as napirendi pontra térnénk át. Javaslat a 2009-ben megvalósult Karcag-Dankó Pista Jókai Nyár utcai lakosság önerős útalapépítés költségeinek rendezésére. Kérem szépen, itt előkerült egy olyan dolog, amit gyakorlatilag 2009 őszén elkészített a vállalkozó egy utat. Ennek az útnak az ellenértékét, tehát a költségének a fedezete egyelőre még nem került rendezésre, és én azt gondolom, hogy ez összességében mielőbbi rendezése most már fontossá vált, ezért javaslom ezt a útépítési munka eredeti határozatban szereplő összegének, a megfelelő áfában növelt összegének a megterítését. Ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel van. Képviselőre a szó. Köszönöm szépen ezt út, polgármester úr, tisztelt alpolgármester úr. Megadtam a bizalmat. Testület, jelenlévők. Az a kérdésem lenne, hogy a dátumokból az derül ki, hogy ez a útalap a civil kezdeményezés kapcsán 2009-ben kezdődött el. Össze is gyűlt 223 ezer forint a lakosság részéről, majd ez egy számlán elhelyezésre került. Nagyjából 2010. szeptember magasságában megállt ez az egész történet. Látom, most eltelt 10 év, és kifizetjük a vállalkozót. Mennyire örül, hogy 10 év után látja a pénzét. A kérdésem az, hogy ahogy én elnézem az egész történetet igazándiból, mi lett volna, ha mondjuk a képviselői támogatást annó annak idején, mert a szövegben arra hivatkoznak, hogy nem érte el a civil támogatás, illetve a civil befizetés azt az összeget, amit ígéret szerint vagy terv szerint előre volt jegyezve, tehát a 295 ezer forintot. Ott a különbség nagyjából 75 ezer forint. Mi lett volna, hogyha a képviselői támogatást 75 ezer forinttal megemeljük, és akkor réges-régen ki lett volna fizetve a vállalkozó, és nem 10 évvel később kerül rendezésre egy ilyen számla. Nem azért, mert a vállalkozó valószínűleg nem bukott ebbe a történetbe bele, nem akkora pénzről van szó, idézőjelben, de úgy gondolom, hogy presztízs kérdés az, hogy egy önkormányzat nem 10 év után fizet ki egy ilyen munkát, vagy én úgy gondolom, hogy legalábbis illendő lenne ezt hamarabb megcsinálni, és azt látom, hogy erre lehetőség is lett volna, vagy nem. Itt a kérdés. Köszönöm szépen, képviselő úr. Összességében az több oldalról lehet ezt a kérdést vizsgálni. Én azt javaslom, hogy azt a kérdés oldalát nézzük meg, amikor is végül is egy elkészült jó minőségű útalapot 10 év után fizetünk ki, az az önkormányzatnak mindenképpen jó. Tehát erről az oldalról kell vizsgálni véleményem szerint. További kérdés van-e, észrevétel van-e? Én azt gondolom, hogy ha hasonló példák lennének a következő időszakban, akkor is meg lehetne bármelyik önkormányzat elégedve. Útalap elkészült, 10 éves hitelt kapott az önkormányzat, előbb-utóbb minden hitelt vissza kell fizetni, ezt is megtörténik. Kamatmentes hitel, köszönöm szépen. További kérdést nem látok, bizottság. Köszönöm szépen, akkor felteszem a kérdést, aki egyetért ezzel a javaslattal, azt kérem igennel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta a bizottság, vagy a képviselőtestület. Áttérünk a 14-es napi rendi pont tárgyalására. Szerves hulladékkezelés a Karcagon színű pályázattal kapcsolatos határozatok módosítására kerülne sor ebbe a javaslatba.
Ez egy pályázati lehetőség, ahol a Karcagi Önkormányzat konzorciumi tagként, nem elnökként, konzorciumi tagként kénytelen együttműködni a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Non-Profit Kft-vel, és ennek az együttműködés kapcsán meg fog valósulni vélhetően egy szerves hulladékkezelési című történet a hulladék lerakó területén. Ennek a támogatási kérem előkészítése folyamatán kiderült ugye, hogy itt az irányító hatóság az előzetesen megkötendő szerződésben módosításokat javasol, néhány ponton pontosítani kell. Ennek a javaslata van most itt előttünk. Én azt gondolom, hogy támogatható, hiszen egy jó dolog valósul meg. Az, hogy itt az irányító hatóság ugye az előzetes megállapodás ellenére módosítást kér és javasol, hát eleget kell neki tenni. Kérdés észrevétel van. Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy fogadja el a képviselő testület. Igeneket kérek. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtam. A 15-ös napirendi pontra térnénk rá. Javaslat a Karcagváros belterületén működő meglévő térfigyelő kamera rendszer bővítésére. Ez egy nagyon hálás napirendi pont. Én úgy gondolom, 2017-ben elindult ez a folyamat, 12 térfigyelő és 4 rendszám felismerő kamera került beüzemelésre, 2018-ban 18 darab térfigyelő kamera került kiépítésre, és 2019-ben elértünk oda, hogy újabb 17 térfigyelő kamerát fogunk elhelyezni a közbiztonságunk és vagyonvédelmünk szempontjából. Ezzel kapcsolatosan van egy lista, hogy hová kerülne ki ez a 17 kamera. Ezek az elhelyezési helyek mindig a Karcagi Rendőrkapitánysággal történő egyeztetés után kerülnek ugye kijelölésre. Én javaslom ennek a napirendi pontnak az elfogadását. Kérdés észrevétel van-e? Lengyel János képviselő úr. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Azt hiszem, méltán lehetünk büszkék erre a kamerarendszerre, hisz 2016-ban betettem fel azt, hogy, és akkor polgármester úrral össze is vesztünk egy kicsit, hogy magát a város minősíti az, hogy nincsen kamerarendszer a városban, akkor még nem volt. Most is ugyanezt mondom, hogy a város minősíti a kamerarendszere, és mi méltán lehetünk büszkék erre, mert egy nagyon jó minőségű, nagyon kiváló kamerarendszere van Karcag városának, és ugye ez fejlődik folyamatosan. Megelőz, ugye bűnmegelőzés az, hogy ha valaki itt valami rosszat akar tenni a városból, gondolja meg háromszor is, mivel szinte már minden sarkon található egy kamera. Alulról jövő kezdeményezés volt, egy kamerát szeretnének, vagyis van egy kamera a Dózsa-György utca és a Zöldfa utca kereszteződésnél, de szeretnének annak a befele néző, az északi város felé is nézni, ha nézni egy kamera, mivel az az információ jött, hogy valamikor a kamera alatt történnek olyan dolgok, aminek nem kellene. A következő, remélhetőleg lesz még következő út, én úgy tudom, hogy még több kamera is befér ebbe a rendszerbe. Szeretném, ha megvitatnánk, vagy javító javaslatom lenne, hogy a iskolák, óvodák, ezeknek a környékére, ahol még nincs, ezeket védjük be a kamerarendszerrel. Ez egy következő ütem lenne a kérésem. Úgyhogy gratulálok, és ez a minden karcagi büszke lehet, mert ez egy nagyon jó rendszer, és köszönöm minden karcagi városa nevébe, hogy van ez a rendszer. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő. Hozzá kell tennem, hogy 2017 éves költségvetésben nyílt először lehetőségünk anyagi fedezetet biztosítani a kamerarendszer kezdeti kiépítésére, és ez a folyamat ez folytatódik egész addig, míg ez a különböző paraméterek alapján el nem érjük a végső célt. Az ön javaslatát javaslom önnek, hogy majd amikor a 2020-as költségvetés év előkészítése fog lenni, akkor tegye meg pontosan. Köszönöm szépen. Javaslat elfogadását javaslom. Bocsánat, képviselő asszony jelentkezel? Tessék, parancsolja. Tisztelt jelenlévők! Én is nagyon örülök személy szerint is és ennek a fejlesztésnek, mert mindenképpen szükséges az, hogy a gyermekeink
és hát mi magunk is védelme biztosított legyen. Én csak javasolni szeretném képviselőtársamnak az előző hozzászólására, és ahogy azt a polgármester úr el is mondta, hogy a 17-es költségvetésben már szerepelt ennek a költsége, hogy a javaslataik mellett a javaslataikat tartalmazó költségvetési rendeletek, tervezetek vitája során támogassák azokat a költségvetéseket is, amelyek ilyen fejlesztéseket tartalmaznak. Mert eddig erre nem volt példa. Köszönöm. Köszönöm szépen a kiegészítést, teljes mértékben egyetértek, és ennek a követését javaslom tisztelt képviselőtársaink számára. Akkor szavazásra teszem fel a javaslatot, aki egyetért fel ezzel a kérem, jelezzük. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Rózsa Sándor jegyzőurat, hogy az előzetes programokról adjon tájékoztatást. Május 1-én családi napra várják az érdeklődőket a Dérvinyi Kulturális Központban. A legkisebbeket a Minta Pinty zenekar koncertje és a Dalma Dance Club táncosai szórakoztatják. Délután az operett műfajé a színpad, Osgyányi Mihály és Cher Lívia műsorát hallhatja a közönség. Az épület előtt kirakodó vásár várja a családokat. Május 2-án a Madarász Imre Egyesített Óvoda Ügyeskedj a kerékpároddal címmel rendez kerékpáros ügyességi versenyt óvodásai és a szülők részvételével. Május 3-án a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium, május 4-én pedig a Szent Annai Sámmel Középiskola és Kollégium végzős diákjai búcsúznak iskoláitól. Szintén május 3-án városunk vendége lesz Szijjártó Péter külügyminiszter. Május 5-én Karcagváros önkormányzata, a Dérvinyi Kulturális Központ, a Karcagi Református Egyházközség és a Magyar Kazak Baráti Társaság, a redenciós megemlékezés és a Jászkun főkapitányi beiktatás ceremónia rendezvényeire várják az érdeklődőket. Május 6-tól lehet nevezni a 21. Karcagi Birkafőző Fesztiválra. Szintén május 6-án a Kiskulcsosi Általános Iskola tanárai és diákjai a Kiskulcsosi Kavalkád című műsoros este várják az érdeklődőket a Dérvinyi Kulturális Központban. Május 9-én rendezik meg az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub tavaszköszöntő bálját a Dérvinyi Kulturális Központban. Május 10-én a Kovács Mihály emléknapok részeként a Dérvinyi Kulturális Központban rendezik meg a Kovács Mihály Általános Iskola megemlékezését, ünnepi emlékműsorát. Május 11-én a Duma Színház Kis Ádám és Reng Dénes közös estjére hívja a műfaj kedvelőit a Dérvinyi Kulturális Központban. Május 16-án Anyák napi operettgálára várják az érdeklődőket a Dérvinyi Kulturális Központban. A műsorban fellépnek Fodor Zsóka, Mádi Piroska, Köllő Babett, Buch Tibor, Kovács Szilárd, Horváth Elemér és Horváth Péter színművészek. Május 18-án a Dérvinyi Kulturális Turisztika és Sportközpont és Könyvtár néptánc csoportjainak gála műsorát láthatja a közönség. A műsor után az esti jótékonysági bállal folytatódik. Szintén május 18-án jótékonysági koncertet rendeznek a Kátai Gábor Kórház gyermekosztálya számára az ifjúsági házban. Fellépnek a Match Boys, a Senior, a Days Dance és a The Best Company együttesek. A rendezvényt megnyitja Nagyné László Erzsébet főigazgató önkormányzati képviselő. Május 22-én a Karcagi Szimfonikus Zenekar koncertjét hallgathatja meg a közönség a Dérvinyi Kulturális Központban. Május 25-én a sportos gyermeknap programjaira várják a családokat, osztályközösségeket, a Dérvinyi Kulturális Központ munkatársai a Ligetúti sporttelepen. Rossz idő esetén a rendezvény új időpontja június 1-e. Olvastad már? Címmel prózamondó versenyt hirdetett a Dérvinyi Kulturális Központ. A jelentkezők május 28-án a Dérvinyi Kulturális Központban ajánlják kedvenc könyvüket a hallgatóság figyelmével. Tisztelt képviselő testület, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2019. május 23-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselő testület. Van-e valakinek javaslat erre az ülésre? Úgy látom, nincs. Akkor megköszönöm a képviselő testület tagjainak, a meghívottaknak a megjelenést, aktivitását és a kedves tévénézők figyelmét. A mai testületülést bezárom. Köszönöm szépen!